Egymás után készülnek a frizurák az egyik dunaújvárosi hajstúdióban. Ledli Loretta egy éve dolgozik itt fodrászként. Azóta már több versenyen is részt vett, ahol kimagasló eredményeket ért el. Ő volt a modellem, belőle kellett háromféle frizurát készíteni. És akkor az egyik az ilyen lett. A fiatal dunaújvárosi lány ezeket a frizurákat készítette el a legutóbbi fodrászversenyen. A februári megmérettetésen három különböző hajviseletet kellett megalkotni ugyanazon a modellen. A versenynek két kategóriája volt. Loretta a 22 év alattiak mezőnyében megszerezte az első díjat. Hajkölteményeivel pedig a nemzetközi döntőbe is bejutott. Lorettának egyébként nem ez volt az első kiemelkedő szakmai sikere. Másik pedig múlt hét vasárnap volt Miskolcon, ez a kézműves kupa. Hát ott is elég jól sikerült, úgy érzem. 4 számból indultam, így a 4-ből 3 aranyérmes lett, a 4. pedig sajnos csak 6. helyezés, de azért ennek is örültem, mert olyan fodrászokkal versenyeztem, akik évek óta ezt csinálják, én pedig most kezdtem így a felnőttek között. Megtanulnak időre dolgozni, szépen, precízen. Loretta édesanyja, Papa Alexis Eleftéria szintén fodrász, mintegy 20 éve dolgozik a szakmában. Mint mondta, lányát mindenben támogatja. Amióta fodrászt vagyok, imádom ezt a versenyvilágot, úgyhogy én ezt nagyon élvezem anyukaként, kísérőként, és nyilván így van, hogy amíg megtehetjük, meg amíg ez belefér neki időbe, stb., addig bátorítani fogom erre, és mások is bátorítják, nem csak én, olyan ikonjai a szakmának, hogyha így lehet így dicsekedni vele, mint egy Hajas László, egy Széchenyi István, egy Papasz Vasziliósz, akik tényleg az ikonjai ma a szakmának, tehát ő már úgy a köztudatba bekerült, ők figyelemmel kísérik az ő kis versenyzői karrierjét, úgymond, és mindenki biztatja, bátorítja, hogy folytassa, tovább maradjon ezen az úton. A Magyarországos Fodrász Szövetségnek a csapatában felnőtt versenyző, ők a csapattársai. Mint kiderült, Loretta a Magyar Országos Fodrász Szövetség csapatában is benne van, amelynek köszönhetően egyre nagyobb ismertségre tesz szert. A fiatal lány folyamatosan gyakorol, hiszen egymást érik a versenyek, amelyeken természetesen ő is ott lesz.